Sziasztok, Etelka vagyok, elhoztam a 27-es leckét, ezt a képet fogjuk majd közösen elkészíteni, ennek a képnek a neve Itt az ősz. Egy pillanat, behozom a színkódot nektek, íme itt van a színkód, én már beállítottam, ti is tegyétek majd be az egyéni színekhez. A bordót kétszer, a zöldet egyszer. Veszünk egy új lapot, 900x600-osat, és akkor elkezdjük ezt a tájat, ami szintén benne van a mappába, bemásoljuk, majd kézi beállítással beállítjuk. 0-0. Innen kiveszed a pipát, ide 900-at rakol, a magasságra pedig 600-at. Aztán visszahelyezed a pipát az arányok megtartásához, és leokézod. Egyesíted a két réteget, majd bemegyünk a szűrők, szimple, és a tikvile április, ezután szűrők, elmosás, körkörös elmosás lesz egyszer, szűrők, elmosás, művészi elmosás egyszer, szűrő, élesítés, mikrokontrax 12-vel élesítjük, majd szűrő, domborítás, domborítás. Ezután újra belerakjuk a tájat, és erre már nem is lesz többet szükségünk. Itt van a közepén, fogod a kijelölőt, a négyzetlapot, és itt a közepén húzunk ki egy négyzetet, körülbelül így. Veszünk egy réteg új üreset, visszahozunk a kijelölőt, kijelölés, növeszt 14-gyel. Aztán fogod a bödönödet, és beöntöd a zöld színnel. Lerakjuk a bödönt, szűrők, meddi, és a vibrátorunk egy-egybe bemegyünk. Itt beállítjuk a színeket, bordó, zöld, bordó, és ide a zöldet. A lineszre megyünk, és akkor a itten legfölül ez 10 lesz, aztán itt 7-es, ez újra 10-es lesz, és ez is 10-es lesz. Így az avaregeit is bepontozzuk és leokézzuk. Majd szűrők, élesítés, mikrokontrax 12-be élesítjük. Utána szűrők, tesztóra és a négyzetrácsot tesszük rá. Szűrők, élesítés, mikrokontrax 12-be élesítjük. Majd ezután adunk neki egy mérsékelt domborítást is. Utána szűrők, leképezés, árnyék, hármas szélességgel, 50-es átlátszalansággal fekete van be rakva. Utána vissza szűrők, leképezés, árnyék, és most ki fogjuk venni a mínuszt a hármastól.
és leokézzük. Kijelölés, elrejtése. Rámegyünk a középső rétegre, vagyis a réteg egyre. Réteg, méretezés. Megfogod és teljesen a keretnek a közepéig elhúzod minden oldalt. Ügyeljünk rá, hogy ne menjünk kijebb, mert akkor csúnya lesz. Réteg rögzítése, és adunk neki szűrők, élesítés, mikrokontrax 12-vel élesítjük, és domborítjuk mérsékelve. Majd egyesítjük a réteget, a keretet a tájképpel. Megfogod, és teljesen ide felhelyezed. Így. Majd ezután van egy ilyen levelünk, ezt bemásoljuk. Megfogod és ide helyezed. És szabad átalakítással 30 fokra teszed a döllés szögét. Mínusz 30-ra. És ezt egyelőre ide helyezzük, megkettőzzük. És átdobjuk a másik oldalra. Lemegyünk a háttérre. Kép, külső keret. Ötös szélességgel a zöldet adjuk neki. És kép, külső keret, 50 pixel, vagy 50 szélesség, bocsánat, és most a bordó lesz neki adva. Leokézzuk. Így, kijelölés, összes kijelölés, kijelölés, összehúzás, 45-tel, szűrők, leképezés, kontúr 3D, és a bordót tesszük ide, de a sötétebb részét. Így, leokézzük. És újra bemegyünk szűrők, leképezés, kontúr 3D, és most a bal felsőre megyünk rá. Így. Kijelölés, összes kijelölés, kijelölés, összehúzás. Most egy 30-asra megyünk, szűrő, leképezés, progresszív kontúr. Egy 5-ös, 50-es átláttalansággal és külsőnél a pipa. Kijelölés, inverse kijelölés, szűrők, meddi, vibrátnyolsz 1-1, ugyanúgy beállítjuk a színeket, ahogy az elébb. Lines, Avarage, és akkor mondom a összeget, ide a felsőre 10-et teszünk, aztán 7-et, 6-ot, ide 80-at, és ide pedig 50-et, és leokézzük. Szűrők, tesztúra, négyzetrács, szűrők, élesítés, mikrokontrax 12-vel élesítjük, szűrő, domborítás, mérsékelt domborítást adunk neki,
Kijelölés, inverse kijelölés, szűrők, leképezés, árnyék, 3-3, szűrők, leképezés, árnyék, és most -3, -3. Kijelölés, elrejtése. Most rámegyünk a réteg 3-ra. És beigazítjuk itt a levelet. Erről is, és emerről is. Lehetőleg úgy, hogy ott a levél sarka a piros sarkáig legyen. És itt is. Egyesítjük a két réteget, majd beárnyékoljuk, beállítás árnyék, 2-2, 100, és ide pedig egy egyest rakunk. Szűrők, elnézést, nem szűrők, hanem árnyék egyesítés, és majd most szűrők, élesítés, mikrokontrax 12-vel élesítjük, szűrők, textúra, homokkő. Van egy másik képünk, bemásoljuk ezt a mókusosat, és ide helyezzük, körülbelül így a keretre rá, ennek is adunk árnyékot, még hozzá 4-4, 50, és a 15-ös sugárt. Na, akarjad már. Így, és leokézzük. Majd adunk neki szűrők, élesítés, mikrokontrax 12-vel. Ezek itt már nem kellenek, úgyhogy kikattintom innen, ez menjen innen. Így. Ezután behozzuk a hölgyünket, és bemásoljuk a képünkre. Ezt ide lejezem, szabad átalakítással egy 130-ra teszem, aztán úgy is kell majd még méretezni. Méretezés, megfogjuk és teljesen fölvisszük. Ide fölhelyezem, és akkor itt még lejjebb viszem. Rögzít, beállítás árnyék, 4-4, 25-ös sugár, leokézzuk, árnyék egyesítés, ismételtem beállítás árnyék, -4, -4, okézzuk, árnyék egyesítés, majd bemegyünk a szűrők, élesítés, mikrokontrax 12-vel élesítjük. Azért nem adtam össze a rétegeket, hogy tudjam még igazítani. Ezt a képet egy kicsikét ide lejjebb húzzuk. Így. És a mókust is lejjebb helyezzük. Így. Bemegyünk a háttérre, fogod a kijelölőt, a téglalapodat, és itt a zöld mögött beveszed, és szűrők, textúra, merített papír egyszer. Így. Réteg egyesít minden réteggel.
majd rámegyünk a T betűre, beírjuk, hogy Etelka Tutorial. Konvertáljuk. Szabad átalakítással 50-re vesszük. Szűrők, Meddi, Vibrations 1-1, Lines, Avarage, és itt az összeset 3-asra teszed. És leokézod. Szűrők, élesítés, mikrokontrax 12-vel élesítjük, majd beállítás, árnyék, 2-2, 100, és egy 1-es. Megfogjuk, és ezt ide lejjebb helyezzük. Árnyék egyesítés az előző réteggel. Készen van a képünk, más dolgunk nincsen, mint hogy rétegméretezést tegyünk, és ráírjátok a neveteket. Kép, képméret, és egy 600-asra tesszük. Remélem mindenkinek sikerül elkészíteni ezt a képet, és jó szórakozást kívánok hozzá. Szép napot, és vigyázzatok magatokra, sziasztok!